tudom. Szerintem biztos nagyon horkoltál, ami azt jelenti, hogy mélyen aludtál. Az jó. Jó! A nagy érdemű véresen komolytalan krimit láthat, amelyben minden, legyen az tárgy vagy ember, más alakot ölt, ahogyan a főhős Claire egyre mélyebbre jut az énkeresésben. A mű ötvözi az amerikai dráma irodalom hagyományait az európai abszurd képviselőinek hagyatékával. A nézők Claire szemével látják a világot, aki agyvérzésből gyógyulva egyre élesebben látja azt. Ez szerintem egy memóriakereső kalandjáték. Egy olyan nő egy napját látjuk, aki naponta elveszíti az emlékezetét, és felsejlik a múltjából különféle sötét és kevésbé sötét titkok, és ezen belül egy családállítást is talán látunk. A darabot az eredeti tervek szerint a Krúdy Kamara színpadon tervezték bemutatni, ám a színház épület bezárása miatt a művész stúdióban játsszák majd. A rendező szerint ez a változás csak a tervezői munkát nehezítette meg. Szerintem egy jó színész szeret közel lenni a nézőhöz, legalábbis egy olyan darabban, amiben, vagy legalábbis egy olyan rendezőnél, aki azt kéri, hogy bizonyos dolgok kifele hangozzanak el, és a szövegmondás az értelem mesdjéjén, vagy azzal működjön leginkább, nem pedig színész technikai bravúrok mentén. Ahhoz egy kis tér, az szerintem nagyon hasznos. A karakterek mindegyike igazi jutalomjáték a színészeknek. Az előadás szerepeit Szabó Márta, Tóth Károly, Pregicel Fruzsina, Horváth László Attila, István István, Kuti Patricia és Tardániel alakítják. A fekete komédia a színház lezárása alatt is látható lesz majd a művész stúdióban, amely télen is nyitva tart, helyet adva gyerekelőadásoknak és zenés esteknek is. Gyorsan, Claire, amíg a fürdőszobában van. Bocsásson meg, de nekem kicsit képtelen ez az egész.